Tárgyalni fogja a parlament az ISZOM javaslatát, ami egy frakcióba kényszeríteni a közösen induló pártokat. A kezdeményezést ugyanis tárgysorozatba vette az igazságügyi bizottság. Eszerint az ellenzéki összefogás pártjainak egy frakcióban kellene ülniük 2022 után, ahogy a Fidesznek is a KDNP-vel. A stúdióban Szanyi Tibor. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondta Harangozó Tamás, aki az első vendégünk volt a mai estén, arra a felvetésre, hogy hát mi végre ez az önök törvényjavaslata a parlamentben, hát, hogy ha csak nem a Fidesz írta, és önök írták, tekintsük úgy, mintha az önöké lenne. Ezt most már nem először hallom a ISZOM törvényjavaslatáról, amit ugye Székely Sándor az önök független képviselője adott be a parlamentnek. Ki írta? Szerkesztő úr, kedves, én is hallottam ezeket a látja dolgokat, sőt az utóbbi időben kicsit többet hallom a keleténél, mondjuk a kelete az nulla, de akkor az alkalmat hadd használjam fel arra, hogy a lehető leghatározottabban szeretném visszautasítani ezeket a vádakat. Én az egész politikai életemet a bal oldalra tettem fel. 66 éves vagyok. Csak nem mondani, hogy megőrültem. Bárki, nem ön, bárki. Kikérem magamnak ezt. Na ez egyik. A másik, hogy talán a mai nap történései egy picit azt hiszem, hogy jobban megvilágítják a mi törekvéseinket. Most gondolok itt a Városháza gét újabb fejleményeire. Azt ön elhiszi, hogy valóban úgy van, mint nem, én annyi sugalják? Teljesen mindegy, hogy mit hiszek el. Én inkább arra összpontosítok, hogy milyennek a tanulsága. Itt arról van szó, hogy nem az egyik oldal, hogy van egy gonosz kormány, a másik oldalon egy becsületes ellenzék. Egyikre sem mondom, hogy gonosz, és egyikre sem mondom, hogy becsületes. Ez itt két üzleti kör, amelyik egyébként történelmi szinten próbálnak helyet cserélni, és némi átjárással egymással. Üzletről van szó, aminek a végső kedvezményezettje nem a választópolgár, nem a magyar ember. Az én pártom, ha úgy tetszik, mint C változat, hogy A párt, B párt, vagy A töm, B töm, mi vagyunk a C. Az, aki egyébként nincs benne ebben a több évtizedre visszanyúló üzleti mutyihalmazban. És amikor mi azt mondjuk, hogy ha valaki beiratkozik a választásokra egy adott néven, ha ön Róna Jegonként csinál egy listát, Róna Jegon listája, akkor elvárom öntől, hogy Róna Jegon frakciója legyen. És a parlamentben jelenleg ülő pártok egyike sem mérkőzik meg önállóan. Mindegyik valakivel valahogyan, majd utána szét akarnak spriccelni merő anyagi okokból, merő 100 millió. Hát meg a választási eljárási törvény által adott okokból. A választási eljárásról szóló, szóló törvény nem foglalkozik ezzel, ez csak a házszabály foglalkozik a frakciókkal. Hát igen, hogy együtt kell működniük már a választások alatt, az azért adja magát. Igen, akkor tisztelettel kérdezem, hova kell tegyem azt, hogy a Jobbik önszántából bemegy és együtt szavaz a homofób törvényre a Fidesszel. Hova tegyem azt, hogy az LMP megszavazza ezt a lakcím őrletet? Önben megy a parlamentben, nem lesz vélemény onnantól kezdve? Lesz véleményem, de olyan egy ellenzék, hogy látszólag szövetségben vannak, de szépen leszalámizgatva, időnként beudvarolnak a Fidesznek egy-egy kardinális szavazással, ez nekem büdös. És ez nem minősítve ezeket a szavazatokat, tehát hogy mihez szavaznak éppen adott pártok, csak úgy felvetem, hogy az nem lehet, hogy egy adott párt attól indul külön, vagy attól alakít külön frakciót, most maradjunk ennél a formánál, mert nem mindenben azonos a véleménye a mellette ülő frakcióéval. És ez képviseli is egy szavazáson? Ha úgy történik, hogy a mostani ellenzéki egybeborulás alakít kormányt. Igen. És a mi javaslatunkat elfogadja az országgyűlés, az ISZOM javaslatát, ezt a egy lista, egy frakció elvet. Akkor a kormányra került mai ellenzék szó szerint hálát fog adni nekünk ezért. Ugyanis amennyiben 7 darab, dirib darabban akarnak ezek kormányozni, az szinte lehetetlen. Hát szétszavazni egy frakcióból is lehet. Ez így van, csak azért egy frakciófegyelem az egészen más, mint frakciók laza. Önnek és az ISZOM-nak, ami egy pici frissen alakult párt, mi a jó ebben? Mi ebben az üzlet, ha már az üzlet? Az, hogy lássunk világosan. Tehát az, hogy van egyfelől egy
mondjuk így, hogy nemzeti konzervatív tömörülés, ez mondjuk a Fidesz, most nem a pontos politológiai kategóriákon akarok lógni. Van ez a liberális, jobb, közép, szélső, jobbos ellenzéki összefogás, és azt akarjuk, hogy ezek így tömbben mutatkozzanak, ahogy viselkednek, mert mi vagyunk a baloldal, és mi kifejezetten adunk arra, hogy ne baloldalizzák le azokat, akik nem azok. És ezért nagyon fontos, hogy nem azt látszák, hogy mint Ságvári Endre, hogy 32 nevem van, nekik csak 7, hanem az, hogy mutatkozzanak meg együtt. Egy heten külön-külön nem lehet kormányozni. Még a választásokig se nagyon tudnak eljutni. Még a végén kiderül, hogy nekik szurkol. Mi érdekeltek vagyunk a kormányváltásban. És éppen ezért emeljük fel a szavunkat, amikor azt látjuk, hogy a folyamatok nem erre, ebbe az irányba mutatnak. Szabó Tímea tálcán kínál fel egy népszavazást a Fidesznek, az ő a Fidesz témáiban a választás napjára. Hát micsoda dolgok ezek? Akkor még azt reméltem, amikor ez ötlet volt, hogy Karácsony Gergely. Na, értem, hogy ki mit remél a politikában. Népszavazási is oda tudnak kerülni. Csak ugye... Csak mondom. Okay. Jó, én értem, mi minden szívesen megértünk. Mi azt mondjuk, hogy mi a szociális válságot akarjuk leküzdeni. És a szociális válság leküzdéséhez kormányváltásra van szükség, viszont azt is akarjuk, hogy az a kormány, amelyik alakul, az képes legyen a szociális válság leküzdésére, és nem egymás között osztogassák a 100 milliós frakció pénzeket. Erről beszél. Szanyi Tibor, köszönöm szépen. Gondolom a nézők értették az érveit, hogy egyetértenek-e, vagy sem, az legkésőbb majd választáson kiderül.